Ma kezdődik a NATO csúcs Madridban. A katonai szövetség főtitkára szerint a találkozón több átalakítást is terveznek. Sokan történelmi jelentőségűnek nevezték a tanácskozást. Most Madridba kapcsolunk Fehér Krisztinához. Nos, milyen főbb pontokat érintenek majd a csúcson, és kiket hívtak meg? Köszöntök mindenkit! 44 delegáció érkezik a mai napon ide a spanyol fővárosba. Képviselteti magát a 30 NATO szövetséges ország állam vagy kormányfői szinten. Itt lesz például Joe Biden, amerikai elnök is. Várják az uniós intézmények vezetőit, és videókapcsolaton keresztül Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is jelen lesz. Meghívottként vesz részt Svédország és Finnország, miután nemrég kérték felvételüket a Védelmi Szövetségbe. Csatlakozásukat egyedül Törökország nem támogatja, viszont itt Madridban lehetőségük lesz tárgyalóasztalhoz ülni, és akár megállapodást is jutni. Legalábbis Jens Stoltenberg, NATO főtitkár ennek a reményének adott hangot tegnapi sajtótájékoztatóján. Ahogy elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb célja, hogy elfogadják a NATO új stratégiai koncepcióját, amely a következő évtizedre kijelöli a szövetség irányvonalát, és tartalmazza az aktuális kihívásokat, illetve az arra adandó koordinált egységes válaszokat. Ennek megfelelően a dokumentumban Oroszországot várhatóan az euróatlanti térséget érintő legközvetlenebb fenyegetésnek minősítik az Ukrajna ellen indított és már 4 hónapja tartó háború miatt. A tervek szerint a vezetők megállapodnak egy Ukrajnának nyújtandó katonai segítségnyújtási csomagról is. Ezen kívül szó lesz a szövetséges országok védelmi kiadásainak növeléséről és a NATO keleti szárnyának megerősítéséről egyéb témák mellett. A tanácskozás miatt milyen a készültség Spanyolországban? A spanyolok egy éve dolgoznak a következő 3 nap zavartalan lebonyolításán. Itt a fővárosban eddig még sosem rendeztek olyan eseményt, amely ilyen nagyságrendű biztonsági intézkedéseket kívánt volna, mint ez a NATO csúcs. Összesen 10 000 rendfenntartó vigyáz a biztonságra, akik a munkát már korábban megkezdték. A szállodák, a nagykövetségek, a rendezvény helyszínek környékén még a csatorna hálózatot is átvizsgálták, és lezárták a csatorna fedeleket, továbbá eltávolították az utcai szemeteseket. A delegációkat fogadó 33 belvárosi hotel környékén megtiltották a parkolást 300-500 méteres körzetben, és van, ahol a gyalogosoknak sem engedik az átjárást. A csúcs találkozónak otthont adó kiállítási és vásárcsarnok köré 3 kilométeres biztonsági zónát vontak, az autósokat igazoltatják, a behajtás engedélyhez kötött. Az 50 000 négyzetméteres rendezvény helyszínt bombakereső kutyákkal is átvizsgálták. A delegációkat a levegőből 4 rendőrségi helikopter kíséri majd. A találkozó miatt fokozzák az ellenőrzést a határokon, ez érinti a főváros nemzetközi repülőterét, de a francia és portugál közúti határátkelőket is, ahol szúrópróbaszerűen átvizsgálják az autókat. Fehér Krisztina, nagyon szépen köszönjük. Ahogy tehát azt hallhatták, a NATO csúcs központi témája tehát az orosz-ukrán háború lesz, de várhatóan jóvá hagyják a szövetség új stratégiáját is. Barna folytatja vendégével. Köszönöm szépen, Kaiser Ferenc tanár úr, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Jó reggelt, tanár! Jó reggelt kívánok! Azt olvasom én brit portálokon tegnap, véletlenül arra jutottam, hogy a legnagyobb védelmi átalakítás következik be, vagy terveződik a hidegháború befejezése óta. Konkrétan itt miről van szó? Tulajdonképpen a hidegháború után egy ilyen kegyelmi állapotban volt a NATO, nem igazán volt látható katonai fenyegetés. Ugye 14-ben a Krím elszakításával a NATO egy kicsit megijedt, de mindenki úgy gondolta, hogy Oroszország ezzel majd beéri. Ugye a mostani 22-es orosz támadás Ukrajna ellen még nagyobb pánikot okozott a NATO jelentős részében, különösen a keleti területeken, ugye a Baltikum államai, a lengyelek, a finnek, tehát akiknek ugye van tapasztalatuk az orosz birodalmi múlttal kapcsolatban, ők ezt nem szeretnék megismételni, tehát különösen a keleti államok ijedtek meg nagyon, és nyugaton is mondjuk úgy véget ért az a elképzelés, hogy Oroszország egy megbízható partner, itt látni, hogy Oroszország körülbelül 6 nemzetközi szerződésben ismert el Ukrajna határait, és most ugye éppen azok megváltoztatásán ügyködik, és kiderült, hogy Oroszországgal szemben erőt kell felmutatni, mert ugye Oroszország egy
agresszív állam itt a NATO keleti végein. Emiatt ugye az első lépés, amit ugye Stoltenberg főtitkár már bejelentett, hogy az úgynevezett very high readiness, tehát a magas harckészültségben lévő erőknek az állományát 40 ezer főről 300 ezer főre fogják növelni, tehát lényegében 7,5-szeresére fogják növelni ezt a létszámot. Eleve ez a fajta ugye nagyon magas harckészültségű erőnek az felállítását 14-ben rendelték el, tehát az is összefügg az orosz agresszióval, akkor csak 13 ezer főről volt szó. És ennek egy másik része az, hogy a NATO újra visszatér a területvédelemhez, jelentősen növelni fogja az erőinek az állományát a keleti végeken. Ugye egy ideig a NATO úgy tervezett, hogy mondjuk úgy átengedi a Baltikumot Oroszországnak, Oroszország megindul, és aztán majd visszafoglalja. Erről most már nincs szó, tehát a NATO bejelentette, hogy nagyon komoly erőket fog előre telepíteni a Baltikumba és Lengyelországba, és a legfenyegettebb jelenlegi tagállamaiba. Akkor ez talán annak a folyamánya, hogy 2016-ban jól emlékszem, került a Baltikumba és a lengyelekhez NATO csapat kihelyezésre, és aztán jött később Szlovákia, Románia és Bulgária, akkor lehet, hogy növekszik az államok száma? Már azon NATO tagállamoké, ahova szövetséges haderő kerül? Igen, ugye a keleti országok döntő többsége kis népességű. Tehát a NATO kell, gondoljunk bele, hogy a három balti államban együtt lakik 6 millió ember. Tehát átlag 2 millió. Egyedül a NATO-nak mondjuk a keleti szárnyán Lengyelország és Törökország az, meg esetleg még Románia, de jóval kisebb volumenben, aki jelentős létszámú haderőt tart fenn. Ugye ezek az államok egyenként relatíve gyengék. Tehát ugye ezért van az, hogy kvázi minden kisebb államnak van egy nagyobb barátja, tehát megvan az, hogy melyik balti állam mögött, ki mögött a britek, ki mögött Kanada, ki mögött Németország, ki mögött az Egyesült Államok áll, tehát ugye minden országnak van kvázi egy barátja, aki csapatokat küld. Tehát hogy ugye megindult ez a folyamat, most ugye abszolút felgyorsultak az események, hiszen Európában erre senki nem számított, hogy 2022-ben az NSBT egyik állandó tagja, egy nagyméretű támadó, és nevezzük nevén hódító célú háborút indít egy másik európai ország ellen. Hogyan látja tanár úr Erdogan török elnök és a két új csatlakozni kívánó skandináv állam, hogy ott a kurd szervezetek támogatásán folyik a vita, születhet megállapodás? De ez egy kiváló alkalom, hiszen gyakorlatilag mindenki ott van. Igen, nyilván egyeztetés lesz, itt nem csak a kurdokról van szó, hanem arról a Fethullah Gülen hitszónok vezette úgymond mozgalomról, aminek a létezését Törökországon kívül eleve kevesen hiszik el. Tehát ez az úgynevezett güllemisták, ez ugye mindenki belesorolható ide, aki Erdogan elnöknek bármilyen szempontból is a politikai riválisa. E téren is várható egy-két gesztus, itt, ami nincs kimondva, de sokkal fontosabb, hogy Törökország a kurdok elleni folyamatos büntető hadjáratok miatt ugye mind Észak-Irakba, mind Észak-Szíriába átjár büntetni a török haderőt, tehát ugye Törökország igyekszik a kurd szeparatizmust a határain túl is elfolytani. Emiatt Törökország gyakorlatilag kiesett a NATO-nak a fegyverszállításaiból, tehát Törökország egy csomó mindent nem kap meg. Kezdve azzal ugye, hogy az orosz S-400-as légvédelmi rakétarendszer vásárlása után kitették az F-35-ös programból, és ami gazdaságilag is egy óriási csapás volt. Tehát ez a hivatalos indoka a török mondjuk úgy jelenlegi, mondjuk úgy vétónak. Valószínűbb azonban, hogy gazdaság és haditechnika együttműködésben lesznek kénytelenek a NATO tagok engedni Törökországnak. Ez egy sokkal komolyabb év, nem jelenik meg annyira nyilvánosan. Itt nagyon komoly tárgyalások várhatók, hiszen lényegében az egész NATO-nak elemi érdeke. Nyilván Oroszországnak a legkevésbé a másik oldalon, de ugye a két balti állam csatlakozásával NATO gazdaságilag, katonailag is megerősödne, és az északi szárny, ugye Norvégia lényegében a levegőben lóg, ugye nincs közvetlen szárazföldi összeköttetése más NATO tagállammal, az jelentősen megerősödne ugye a Svédország és Finnország csatlakozásával. Milyen jelentőség lehet annak, hogy Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Korea és japán vezetői is jelen vannak a madridi NATO csúcson, hiszen egyik sem NATO tagállam.
Igen, de úgynevezett NATO globális partnerek. Tehát ugye a NATO nem csak magából a tagságból áll, vannak a békepartner országok, az isztambuli kezdeményezés országai, a földközi-tengeri párbeszéd, és még tovább a globális partnerek. Ugye nagyon fontos az, hogy el is hangzott, hogy a NATO egy új stratégiát fog kiadni 2010 után, és ha belegondolok, hogy mi minden történt 2010 után, valóban az európai és a globális biztonsági környezet is átalakul, és ebbe az új stratégiába belekerül az, hogy Oroszország ugye a legnagyobb fenyegetés Európára nézve, de bele fog az is kerülni, hogy Kína pedig egy globális kihívó, aki a jelenlegi nemzetközi rendszer megváltoztatásán, ugye számára kedvezőbb környezet kialakításán ügyködik, és a kínai terjeszkedésnek a legfontosabb terepe az érthető okokból a Csendes-óceáni régió. Ott már ugye az idei évtől kezdve, sőt gyakorlatilag 14 óta, amikor Kína ugye elkezdett mesterséges szigeteket építeni a dél-kínai tengeren, és óriási katonai erőket oda telepíteni, tehát Kína hódít kvázi, ott már elindul egy amerikaiak vezette közeledés, és ugye ennek az ottan formálódó amerikai szövetségi rendszernek a négy sarokpontja, ugye a Ausztrália, Új-Zéland, és ugye sokkal közelebb Kínához és Oroszországhoz pedig Dél-Korea és Japán. Tehát ennek nagyon komoly stratégiai jelentősége van, és fontos az, hogy ez egy üzenet Kína felé. Tehát, hogy a NATO azért Kínára is figyel, ez a stratégiában is meg fog jelenni, és ugye most már itt a vendégek körében is. Ugye soha még korábban dél-koreai elnök, illetve japán miniszterelnök nem vett részt NATO csúcson. Tehát ez mindenképpen azt mutatja, hogy bár Európa a prioritás most az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt, a NATO megtartja a globális ambícióit, és jelenleg a NATO globális ambíciónak a legnagyobb kihívója Kína. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm. Yeah.